Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és elérkeztünk végre ismét egy Red Dead Redemption 2 easter egg-ek és érdekességek epizódhoz. Ez már 19. rész lesz, és bár azt hittem és beszéltem is erről már streamekben, hogy nem nagyon fogok már újabb easter egg-eket találni, szerencsére akadnak még azért szép számmal a játékban érdekességek, úgyhogy mindenkit szeretnék megnyugtatni, nem mostanában fog véget érni ez a sorozat, és lesznek még belőle részek a jövőben is. Mai részben újabb 5 easter egget hoztam el nektek, lesznek benne nagyon rejtélyes és nagyon különös dolgok, meghökkentő események és hát egyben szomorú történetek is, tehát ahogy már megszokhattátok, ismét belemélyedünk egy picit a vadnyugat érdekes világába, és nem is szaporítanám tovább a szót, lássuk ezeket. Első, a bálna csontváz. New Austin délebbi részeit járva egy, már messziről is elég jól látható, óriási csontvázra bukkanhatunk, amihez ha picit közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy egy óriás bálna csontváza lehetett ez valamikor. Maga ez a szó, hogy bálna csontváz, önmagában nem is hangozna furcsán, viszont, és most jön akkor a csavar a történetben, New Austinban, a sivatag kellős közepén. Mégis mit keres egy bálnának a csontváza? Ugyanis Amerika ezen részét utoljára még a kréta időszakban fette víz, ami olyan 145-66 millió évvel ezelőtt volt valamikor, amit a nyugati belső vízi útnak hívtak, de abban a korban még nem fejlődtek ki a Z-félék, tehát az itt látható példány sem. John is csak annyit írt a rajzához, idézem, egy bálna a sivatagban. Egy újabb dolog, amit nem értek. Na kérem szépen, akkor ezt rakja össze valaki, jó időtöltést hozzá. Második, a remete asszony. West Elizabeth fölött nem sokkal láthatunk az erdő közepén egy rozog a kis kunyhót, ami ennek ellenére nem elhagyatott, sőt nagyon is lakják, azonban nagy bánatomra nem éppen a legkedvesebb természetű emberek közé tartozó asszony. Már messziről jól látható feliratok jelzik a ház bejáratánál, hogy belépni tilos, kutyákkal őrzött terület, de mi lehet itt, amit ennyire őrizni kell vajon? Ezt szerettem volna kideríteni, ami azonban nem volt a legjobb ötletem, ugyanis a nő azon nyomban rám küldte a kutyáid, amint közelebb léptem a házhoz, akiket szerencsésen sikerült likvidálnom, de közben a nő is elkezdett lőni rám, úgyhogy megpróbáltam csapdába csalni, és szerencsére működött is a terv, majd miután sikerült megkötöznem a nőt, átnéztem őt is, bementem a házba, körülnéztem minden lehetséges helyen, az udvart is átfésültem, amennyire csak tudtam, de egy-két apróságot leszámítva, egyszerűen nem találtam gyakorlatilag semmit, ami esetlegesen utalhatna bármire is, hogy miért él itt egyedül, főleg ennyi kutyával körbezárva, mit őrizhet itt, ha őriz itt bármit, de semmilyen nyomot nem találtam. Arthur arra gyanakodott, hogy egy boszorkánnyal van dolgunk, ezt írta fel a feljegyzésébe, de erre sem találtam bizonyítékot, minden esetre nagyon vigyázzatok, ha erre jártok, mert nem fog kétszer kérdezni, ha túl közel merészkedtek. Harmadik, a robbanóház. Ismét New Austinban járunk, mondhatni, hogy a semmi közepén, ahol azonban szemünk elé tárul egy ház, de nem ez a legfurcsább, hanem ami utána következik, ugyanis egyszer csak a semmiből egy óriási robbanás, lángok mindenhol, és a ház nemes egyszerűséggel felrobbant. Aminek az okát nagyon gyorsan meg is tudjuk, hogyha közelebb megyünk, ugyanis van itt egy láda, benne pedig nagyon érdekes dolgok, egyrészt töltények, lőszerek, másrészt pedig egy útmutató, robbanó anyag készítéséhez. Összerakva a képet tehát, a kísérletezés közben valami balul sült el, és ennek következtében robbant fel ez a ház. A háznak a romjai között egyetlen holttestet találtam csak, szóval más talán nem tartózkodott az épületben. Hogy miért akart robbanó anyagot gyártani ez az ember, azt nem tudom, de akármi is volt a terve, nem úgy sült el, ahogy tervezte. Negyedik, összezsugorított fej. Lakehelyi mellett nem sokkal az egyik kis fészerszerű épületben elég furcsa tárgyakat találhattok, minthogyha valami rituálira készült volna valaki, vagy esetleg tartott is, azonban a legkülönlegesebb mind közül ez az agyagedény az asztal közepén, amit ha egy jól célzott lövéssel széttörünk, akkor a szemünk elé tárul egy mini fej, igen, egy zsugorított fej, ahogy a játék hívja. Nem igazán tudom mire vélni, tényleg egy teljesen szürreális élmény, még a látvány is. Persze elrakjuk zsebre, mert miért is ne. És közben gondolkoztam azon, hogy itt van mellettünk a mini templom is, ha emlékeztek rá, még az egyik előző videóban volt róla szó. Lehet, hogy volt itt valamikor egy kisebb város, egy kisebb település, ilyen apróra nőtt emberek számára, és az egyik őjüknek a feje ez, amit valaki valamilyen beteg módon elrakott a rituálékhoz. Úgyhogy mindenféleképpen megpróbálok további nyomok után kutatni, és hogyha megtudok bármit,
akkor azt meg fogom mutatni a következő részben. 5. A hittérítő csontfáza. A mai epizód nagy része úgy tűnik a vadnyugaton fog játszódni, ismét New Austinban járunk, teljesen a nyugati részén, a Sea of Coronado közvetlen közelében. Egy darab sziklán van félig elfeküdve ez a holttest, ami ránézésre is elképesztő réginek tűnik, már csak a ruházatából ítélve is, de a nála talált levélnek köszönhetően pontosan is meg tudom mondani, hogy mikor élt ez a férfi, és akkor most kapaszkodjon meg mindenki, több mint egy évszázaddal ezelőtt élt valamikor, ennek ellenére is szinte sértetlenül megmaradt a csontváz, a ruhák is nagyon jól kivehetőek, és a nála lévő levél is olvasható állapotban van, ami egyébként spanyolul íródott, de a játék lefordítja nekünk angolra, én pedig lefordítom nektek magyarra és fel fogom olvasni. Madrid, 1979, november 24. Drága Rodolfo bátyám, köszönöm a leveledet. Néha a politika és az egyház útjai nem olyan tiszták, mint amilyennek szeretnéd. A világ a férfiak világa. Igen, azt mondod, Isten megadta nekünk, de olyan világban kell élnünk, amilyen. Emberek között, akik közül néhányan nagyon erősek, és nem teljesen fogékonyak üzenetünkre. Ilyen a király jelenleg, vagy legalábbis a követői. Lehet, hogy a gyengeségem szörnyű bűn, és a nekik adott engedmények a pokolba vezetnek, ahogy azt feltételezed, de ugyanígy lehetséges, hogy a büszkeséged is talán egy kicsit bűnös. Nem tudom. Megtanultam, hogy akkor vagyunk a legsebezhetőbbek, ha a legdurvábban ítélünk meg másokat. Arra kérlek, gondold át a misszió elhagyásának a tervét. Szükségünk van az energiádra itt, a férfiak között. Talán, ahogy mondod, Isten hív téged kelletről, ahogy egykor a mágusokat hívta, de először is szeretnélek emlékeztetni arra, hogy a mágusok nyugatra utaztak, és az utazásod a misszióból rendkívül veszélyes. Hozzád hasonlóan én is hiszek a vakit cselekedeteiben, de veled ellentétben nem hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy ostobák legyünk. Kérem, maradjon Kaliforniában, amíg meg nem jövök jövő márciusban. Arra kérlek benneteket, hogy mutassatok bölcsességet, hűséget és alázatot ebben az új világi testvériségünk számára rendkívül nehéz időszakban, és tartózkodjatok attól, hogy egyedül tegyétek meg azt a veszedelmes és hiába való utat. A túlélésünk múlik rajta. Tisztelettel, Blankó Bíboros. Azt hiszem, így már mindenkinek tisztább és érthetőbb a kép. Az történt röviden és tömören, hogy Rodolfo kiábrándult a katolikus egyházból, amiért az különböző engedményeket tett az akkori spanyol királynak, ezért elindult Spanyolországból Amerikába, hogy a hitét terjessze, amiről Blankó Bíboros megpróbálta lebeszélni, de nem járt sikerrel, a végét pedig hát látjuk a történetnek, sajnos Blankó félelme beigazolódott, Rodolfo meghalt az út során, hogy aztán kimerültségben, éhezésben, esetleg egy állati támadás következtében veszítette életét Rodolfo, az nem derül ki, de hogy ilyen állapotban megmaradt a csontváz és a nála lévő levél is, az már-már egy csoda. Ez a mai videó ennyi lett volna, srácok, nagyon bízom benne, hogy tetszett ez a rész nektek. Ha így van és szeretnétek minél előbb folytatást, kérlek nyomjatok egy lájkot erre a videóra, szóljatok hozzá. Igyekszem minél előbb elkészülni a következő résszel. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Én Dani voltam, legközelebb találkozunk. Sziasztok!